Migránsokkal teli a kis busz, ez látszik a nyomozók fotóin. A bátaszéki autópálya rendőrök az M6-os autópályán a fácánkerti pihenőnél igazoltatták a bolgár rendszámú jármű sofőrjét. Ekkor derült ki, hogy illegális határátlépőket szállít. A járművezetője 9 magát szírnek valló férfit szállított az autójával. Magyarországi tartózkodásuk jogszerűségét hitelt érdemlően nem tudták igazolni a járműben utazók. A kihallgatások még szerdán délelőtt is tartottak. Az embercsempész akár 15 év börtönt is kaphat. A bolgár embercsempészt kollégáim őrizetbe vették, jelenleg is folyamatban van a gyanúsítottkénti kihallgatása. Az illegális migránsokat meghallgatásukat követően pedig kollégáim visszakísérik az ideiglenes biztonsági határzárhoz. Az elmúlt időszakban egyébként újra egyre több illegális migráns próbált Tolna megyén keresztül Nyugat-Európába jutni. Néhány hét alatt már összesen több mint 100 migránst és embercsempészt fogtak el a rendőrök az országnak ezen a részén.